Kuczoff Éva Klára nővér és Magda Gabriella Petra nővér a vendégeim. Szeretettel köszöntöm itt nálunk Önöket. Mi szeretettel köszöntjük mindnyájukat. Önök ferences kisnővérek. Mit takar ez? Szent Ferenchez mi köze van a rendnek? Nagy ferences családon belül vagyunk Szent Ferenc kisnővérei, és így az élő beszédben inkább kisnővérek. És 1990-ben kaptuk meg a hivatalos elismerését a közösségünknek, de már kicsit korábban indult. És egy új magyar alapítás vagyunk, jól lehet, mivel kommunizmus volt még, mikor a 80-as évek vége felé elindult a közösségünk élete. Az alapítónőnknek, Szőlősi Júliának, aki a keresztes nővérek közösségében Grazhoz tartozó közösség Feldkirchenben élt, ő Krisztofóra nővérként szolgált, ő a mi alapítónk, szintén ferences karizmájú közösség, és ő volt az, aki befogadott minket a közösségével, és itt Magyarországon valójában minden tagja magyar, de mivel kommunizmus volt, ezért a gurki püspök, Gurk Klagenfurti püspök Egon Kapellári alapított meg minket 1990-ben, amikor elmentünk Rómába közösségileg, és ott most már Szent II. János Pál pápa fogadott bennünket nagy hétfőn, és be tudtunk mutatkozni nővérek, testvérek, mert az alapítónőnk Júlia, ő testvérközösséget is alapított egyúttal, és családos kapcsolataink is szorosak. És itt az Egon Kapellári püspök, aki a védnökünk volt, ő vitt el bennünket Rómába, és ekkor alapítottak meg bennünket. Vajon miért gondolt ez a magyar irgalmas nővér, hogy kell-e ferences renden belül egy külön női közösség? Miért alakulhatott be? Milyen igény lehetett a 90-es évek elején Magyarországon erre? Nekünk is titokzatos, hogy miért született egy újabb közösség. Először úgy volt, hogy keresztes nővérek felé fordulunk, és amikor látszott, hogy itt a magyar helyzet még nagyon bizonytalan volt a kommunizmus idején, akkor tanácsolták Svájcban a keresztes nővérek központjában, hogy kezdjük el ferences regula szerint az életet. És nekünk is nagy öröm, de valahogy meglepetés is volt, hogy 89-ben megváltoztak a társadalmi politikai körülmények, és akkor Pasaréten már ugrásra készen tudtunk kezdeni két kölcsön kapott kis lakásban. És visszagondolva, önnek már gyermekkoruktól kezdve ott bujkált a keresztény hit a családon belül, hát tudjuk, hogy milyen helyzet volt, annak idején nem volt szabad felvállalni a hitüket, vagy már felnőtt fejjel találkoztak a Jóistennel? Tehát első áldozó voltam, bérmálkozó, de én bérmálkozás után már nem gyakoroltam a vallásomat hosszú ideig, és aztán már felnőtt korban hívott meg Isten erre az életformára. Mi volt az a momentum, amikor rájött, hogy önnek nővéri hivatást kell választania? Bogarat tettek az idősek a fülembe, amikor Élet a lélekben szemináriumra jártam, és akkor ott mondták a kiscsoportos foglalkozás alkalmával, hogy XY most lép be kisnővérnek, lép be te is. És csak mosolyogtam rajtuk, mert akkor fel sem erült bennem ez. De még ugyanabban az évben, mint karácsony ajándékot kaptam az úrtól ezt a hívást, és utána vizsgálgattam még 3,5 évig, hogy az úrtól jövő ez, vagy valami más, félrehallgattam valamit. Hogy ez hosszú időnek tűnik, ez a 3,5 év. Mi módon közelítette meg önt az úr? Milyen jelek voltak? Elkezdtem hivatástisztázó lelki gyakorlatra járni, hogy valóban Isten híve, együtt nővérekkel rátekinteni erre. Akkor már választottam magamnak lelkivezetőt, neki is elmondtam az ima tapasztalataimat. Együtt néztük, hogy mi az Úr terve az én életemmel kapcsolatban. Aztán konkrétan olyan vágyal mentem egy lelki gyakorlatra, személyesen kísért lelki gyakorlatra, hogy Uram, mutasd meg, mit szeretném, mert több közösség is feljött a listámon, hogy hová, bár a kisnővérek közösséget ismertem meg elsőként, nagyon vonzott a közösség, de nem iszak az első látásra szerelemben, és ezért nem mondtam, hogy na, ide megyek, mert őket ismerem.
hanem amikor már egyértelművé tette az Úr, hogy ide hív, és nem a többi listán szereplő közösségbe, akkor kértem a felvételem. És Klára nővérnél hogy volt? Gyermekkora óta erősen ott volt az Isten hit? Nagyon hálás vagyok a szüleimnek, mert ők együtt imádkoztak velünk esténként, meg Bibliát olvastunk, templomba együtt jártunk, öten vagyunk testvérek, öcsém pap lett, és minden testvérem hívő. Nekem ez nagyon komoly háttér, ilyen háttérország, de azt tudom, hogy ezzel önmagában nem juthatok még személyes hitre. Ez 17 éves voltam, amikor ilyen kis csoportos, kis közösségi invitálásra, ahol azt mondta nekünk a fiatal pap, hogy meg kéne térni. Tehát attól, hogy vallásos vagyok, még meg kéne térni. Akkor először nem értettem, hogy miből, de elkezdtük olvasni a Szentírás, és akkor rájöttem, hogy húha, én a farizeusokra jobban hasonlítok, mint a pozitív szereplőkre, jól lehet, nagyon vallásos vagyok. És akkor kezdtem vágyni a megtérésre, hogy Jézus legyen az Uram. Azt is mondták, hogy van személyes pünkösd. És akkor láttam, hogy aki megtapasztalja a Szent Lelket, az bátrabb lesz, szabadabb, örömtelibb. És én azt elkezdtem érte imádkozni, és 17 éves voltam, amikor egyszer egy nyári lelki gyakorlaton rám kérdez egy inkognitóban szerzetes a lelki gyakorlaton, hogy te megkaptad már a Szent Lelket? És akkor mondtam neki nagy okosan, 3 évvel a bérmálásom után, hogy még nem, mivel nem tapasztaltam semmit belőle. És akkor azt mondja, hogy kezdj el hálát adni, hogy megkaptad a lelket. És azért hangsúlyozom ezt, mert nekem azért ez volt a legfontosabb tapasztalat. Én nem éreztem semmit a lélekből, megmondja egy idegen nő, hogy megköszönhetem, hogy megkaptam. Elkezdtem megköszönni, hála Istennek engedelmes voltam akkor. És kibontakozott 3 napon belül olyan erősen a lélektapasztalat, ami utána évekig és máig meghatározó számomra. 5 évig én még abban gondolkodtam, hogy házasság. De aztán előbb kaptam meg 22 évesen, világosodott ki számomra, hogy olyan fontos lett nekem Jézus, egy komoly szerelemnek tudnám mondani. Nem tudtam férfi szerelemhez hasonlítani, annyira erősennek tapasztaltam, hogy én szeretnék szüzességben élni, csak még azt nem tudtam, hogy hol, vagy milyen közösségben. Kicsit először kínlódtam, hogy vajon megtalálom-e az igazit. Gondoltam, hogy a legjobb közösséget kéne megtalálni, de aztán elárulta valaki, hogy egyrészt olyan nincs, másrészt nekem nem kell ezt keresni, hanem egyszerűen csak minden nap hűséggel imádkozzak azért, hogy megtaláljam, és akkor 1 év volt nekem, mire kitisztult. Érdekes, hogy egy amorf, még nem létező közösségbe, szinte nem létezett, mert csak 1 éve volt, így kicsit még kommunizmus alatt, fű alatt. Egy ilyenbe léptem be, és az volt az élmény, hogy szabad belépnem, mert minden meg fog történni, amit Isten akar az életemben. Előtte azt hittem, hogy majd ő konkrétan megmondja, hogy ide. Ez nem kényelmes lett volna, ugye nagyon biztonsággal az égből megmondja, de azt tette, hogy felszabadított, hogy én dönthetek szabadon. És akkor ebből már lehet, hogy nem is evidens annyira kérdés, hogy mondjuk a Bükk-Szentkereszt és a Miskolci rendházba egyenes út vezetett? Nem egyenes. Én először a Bükk-Szentkereszti rendházba léptem be, és közösségben eddig eltöltött idő alatt már 10-szer költözködtem, tehát hogy mindegyik házunkban éltem, és ezt azért is tartom jónak, mert előtt koromban megfogalmazódott bennem, hogy örök fogadalomig szeretnék minden házban élni, hogy a zsigereimben érezzem azt, hogy kiben, miben van az én biztonságom, helyhez, személyekhez, szolgálathoz kötődök, vagy az alapvető biztonságomat Istenben találom. És ezek a gyakori helyezések, mondhatunk, hogy átlagban 2 évente egyik házunkból a másik házba költöztem, ez is rávilágított arra, hogy igen, jó, a stabil pont az maga Krisztus. Én pécsi vagyok, és először, amikor letelepedhettünk Magyarországon, Pasarétre kerültünk Budapesten, kölcsönlakásokba, utána Szomolyára, Bükk-Szentkeresztre, Arlóba, aztán én is forogtam, olyan 9-10-szer költöztem, és azt tapasztaltam, hogy nagyon jó, mert egyszerűsíti az embert, mikor felkapja holmiát, és tud menni. És szolgálórendről van szó. Önöknek mi a szolgálata? Mire hívta meg önöket a Jóisten? Ezt már hallottuk nagyon sok beszélgetéskor, hogy nem az ember választja a szolgálatot, hanem a Jóisten adja neki a sugallatot. Én úgy érzem, hogy a noviciátus apostoli évében mutatott rá az Úr az életemben arra, hogy közösségen belül milyen szolgálatra hív, mert akkor voltam a Bárka közösségben, Dunaharasztiban, Déván, Böjte Csaba mellett, hospiszban volt gyakorlati
időnk, és az apostoli szolgálat alatt az erősödött meg bennem, hogyha leteszem az első fogadalmat, én szívesen szolgálnék a hospice-ban a haldoklók mellett. És később jött be még az, hogy idősek otthonába is hívtak, civil koromból volt imacsoportársam, hogy önkénteskednék-e, lelki gondoznék-e, és a két szolgálati területen van. Vajon miért fordult inkább a nagyon, tehát a legjobban rászorulók felé? Ha visszagondolok, tehát gyerekkoromban is az elesettek felé nagyon könnyen, természetes módon oda tudtam fordulni. Aztán pedig öröm számomra az is, hogy kapcsolódik a regulánk egyik pontjához, ami így hangzik, hogy örüljenek, amikor alacsony sorsúak is megvetettek, betegek is félkegyelműek között forgolódhatnak. És ugye ez nagyon erős, ferences szolgálati területnek tartom, idősek, betegekkel való foglalkozást. És Klára nővér is lelki gyakorlatvezető, lelki gondozó. Ez a missziója? Mikor ilyen 19-20 éves lettem, akkor az jött föl hivatásként, hogy az imádság. Nem tudtam pontosan, hogy ez most mit fog jelenteni, és Isten akaratára tanítani másokat. Aztán úgy néztem, hogy ez nem túl nagyképű ezt így mondani, és akkor azt látom, hogy nagyon érdekes, hogy Isten lelkének vezetése tényleg belevitt sok olyan helyzetbe, ahol segíthetek megkülönböztetni, hogy mi az Úr vezetése egy ember életében, akár a közösségen belüli szolgálatokkal, akár tanítás. Én zenész vagyok, önmehegedő és szolfés tanár eredetileg, ez is szépen meg tud jelenni a szolgálataim között, vagy mikor képzésben vettem részt, mint most is, hogy noviciákkal lehetek együtt, ami engem is mindig nagyon erősen tovább képez. És a lelki gondozást, az már itt teológia mellett közösség jóvoltából tanulhattam, meg mentálhigiénét, és nagyon hálás vagyok, hogy részt vehetek egy ilyen munkában, mint ami most Bükszentkereszten van, a Betlehem Lelki Gyakorlatos Ház, egy kicsi egyházmegyei lelki gyakorlatos ház. Igen. És mi vagyunk a fenntartói, de nem a tulajdonosai, és itt nagyon örülök, hogy ez a szolgálat megjelenhet, úgyhogy nem ott lakunk, de közel lakunk, és nem kell elmenni messzire, hogy tarthassunk, kísérhessünk lelki gyakorlatot, és ennek a régiónak, Miskolc és környékének is adhatunk egy ilyen csendes elvonulási helyet. Felfedezték már az Egri Egyház megye területén a hívek, hogy el lehet oda vonulni, és segítséget kaphatnak? Tehát sok résztvevő van a programokon? A hétvégék nagyon népszerűek, a betlehemház.hu honlapon elég jól lehet tájékozódni, és most kezdünk olyan programokat is indítani, amik a hétköznapokat is érintik. Például eddig főleg a személyesen kísért lelki gyakorlatokra jelentkeznek, Szentlélek szemináriumra, mélyépítő szemináriumra, húsvéti karácsonyi lelki gyakorlatra, óévzáró, újévköszöntő lelki gyakorlatokra, vagy van ilyen, hogy vándor lelki gyakorlat, szemlélődő, gyógyító lelki gyakorlat, és most indítunk egy ilyet is, hogy idősek számára le is út, fel is út. Miközben a testünk lefelé hanyatlik, hogyan lehet felfelé nézni és megtapasztalni a gyönyörű távlatainkat. Klára nővérnek akkor gondolom nagyon sokat segít a hitem mellett a zeneterápia, ha lehet így mondani, meg a mentálhigiéni és tanulmányai. De Petra nővér, amikor egy haldoklóval foglalkozik, vagy elég komoly lelki megterhelésnek van kitéve, akkor hogyan tudja ezt földolgozni, vagy van, aki segítsen önnek? Az első évben különösen fontos volt számomra, hogy amikor hazamentem a hospice-ból, úgymond lelkileg kimosakodjak az oltári szentségben jelenlévő Jézus előtt. Az nagyon sokat segített. Rendszeresen úgy léptem át a hospice küszöbét, hogy előtte egy fohász gondolatban végigmondtam, hogy Uramat, hogy úgy tudjak jelen lenni a betegek, a hozzátartozóik számára, az ott dolgozók számára, hogyan azt te szeretnéd, hogy jó eszköz lehessek a te kezedben. És ha ott ültem egy haldokló mellett, akkor is próbáltam kapcsolatba
lenni az Úrra, miközben törekedtem átadni azt a szeretetet a betegnek, amit az Úr táplál bennem. És a haldoklóknál mi a tapasztalat? Tehát, hogy valaki haragszik az Úrra, hogy miért pont én haldoklom, vagy már várja, hogy a mennyországban? Hát öt fázisa van a haldoklásnak, és abban megjelenik a harag, az elutasítás, dű, depresszió, legvégén az elfogadás, de nem mindenki megy át az öt fokozaton, van, aki megmarad a depresszió fázisában, de volt olyan beteg, aki például ott a betegágyon tért meg, többszöri beszélgetés után rendeződött a házastársával a kapcsolata is. Ezt öröm volt tapasztalni azt, hogy ennek én is részese lehettem. Azért vannak sikerélmények. És hozott nekünk Gabriella nővér, a Klára nővér egy könyvet is, még a sok brossúra mellett. Azt is megnézhetjük, hogy miről szól. Igen, az egész ferences családról. 2009-ben egy nagy jubileumi év volt, 800. évforduló ferences berkekben, amikor a pápa elfogadta szóban a ferences közösség megalapítását, és akkor az összes magyar ferences közösség bekerült egy ilyen kis könyvbe, és itt szerepelünk mi is. Ja, a latin nevünk az Tertius Ordo Regularis Gurkensis, Torg. A Gurk az azért, mert Gurki Klagenfurti egyház megyében volt püspök, az alapító püspökünk, és itt csak néhány kis kép van az életünkből, a szolgálatainkról, különböző házainkról. Ezért hoztam csak el ezt megmutatni. Egy ferences kisnővének hogyan zajlik a mindennapi élete? Hát egy percet sem unatkozunk, az biztos. Mi mindenből áll egy nap? A fő pillérek azok a imádságok, a közösen végzett imádságok. Reggeli dicséret, napközi ima, esti dicséret, kompletórium, egyéni elmélkedés a napi szentírási részekről, egy óra. Az oltári szentségben jelenlévő Krisztus előtt naponta megyünk szentmisére, és az imák között pedig a mindenkinek az adott szolgálati területe, legyen az külső szolgálat, vagy házon belüli. És egy közösség mit ad hozzá az önök munkájához, hogy nem csak egyedül végzi a szolgálatot, hanem ott vannak a társai is? Ahogy mi megfogalmazzuk a mi karizmánkat, az a szemlélődésből, vagyis imádságból, és a testvériség, vagyis a közösség megéléséből fakadó evangelizáció, örömhír továbbadása. Tehát azt mondhatom, hogy két alappillér az ima és a közösség előbb van, mint a szolgálat számunkra. És valójában nem is annyira a szolgálatainkhoz ad hozzá, hanem, bár ez is nagyon igaz, oda visszahatnak egymásra. Talán ez a három nagyon, nagyon oda visszahat egyik a másikra. Talán a világban is ez az egyik legerősebb jelzés, hogy egységben élni, próbálni, akár házasságban, akár közösségben. Ez a legtámadottabb felület is, úgy látjuk. És külön-külön nagyszerűeket alakítani, az még megy sokszor önállóan nagy dolgokat, de egységben maradni és elfogadni azt, hogy milyen munkát kapok, hol lakom, kikkel vagyok együtt, ebben van egy olyan kihívás, ami nagyon segít nekünk meghalni az egoizmusunknak. Ez nem könnyen hal meg, ez a, úgy is mondhatnám, hogy a felfújt hólyag. De nagyon jól érinti a közös élet. Tehát az is nagyon jó, hogy erősítjük és támogatjuk egymást nagyon, de ki is hívjuk egymást, valójában akarva, akaratlanul. Tehát hosszú távon megmaradni közösségben, házasságban is, az azt hiszem nagyon jól van kitalálva. Tehát az elsegít a megtérésre, ami azért szüntelen megtérés, nem rendeztem le én se 17 évesen, hanem halálig tart. Hát kívánom, hogy minél többet tapasztaljanak, és minél könnyebb legyen a szolgálatuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönöm szépen.